A Kassák Múzeumban vagyunk Besnyő Éva kiállításán, ami az Életmód és Társadalmi Mozgalmak a Modernitásban című sorozatunk keretében valósult meg. A sorozathoz igazodva igyekeztünk kiválasztani egy olyan szempontrendszert az életmű bemutatására, ami egy kicsit szélesebb perspektívába helyezi tulajdonképpen ezt az életművet. Ebből a szempontból, ami nekünk nagyon meghatározó volt, hogy a fotográfia egy olyan eszközt jelentett Besnyő Éva és a kortársai számára, ami lehetővé tette az egzisztenciális függetlenséget, és ennek köszönhetően olyan életformát éljen, amit maga választott. A kiállítás címe pedig a Személyes távolság, az pedig már Besnyő Éva fotográfiai gyakorlatához szorosan kapcsolódik. Ugye ez a proximikában, a térhasználati kutatásokban használatos kifejezés, ami arra vonatkozik, hogy azokban a társas helyzetekben, szituációkban, amikor két ember közvetlen kapcsolatban áll egymással, hogy használja a teret és milyen távolságot vesznek fel egymással, és ez a fogalom azért volt termékeny a számunkra, mert hogy Besnyő Éva modellekhez, illetve a fotózás alanyához fűződő kapcsolatáról is nagyon sok mindent elárul nekünk. Mikor, milyen közel megy hozzá, mennyire volt számára fontos azt, hogy kapcsolatban legyen a fotózás alanyaival, illetve maga az a fotózási gyakorlat, amit ő használt, mennyire épült tulajdonképpen a személyes kontaktusokra. Besnyő Éva egyébként Magyarországon kevéssé ismert. 1910-ben született, és nagyon hosszú élete volt, 2003-ban halt meg Hollandiában. Egy jómodú polgári családban született Budapesten, és itt is tanult utána Pécsi Józsefnél, Pécsi József magániskolájában fotózni, és ezt követően 20 évesen ment ki Berlinbe Kepes György hívására. Innen két évvel később a náci ők térnyerése elől menekülve tette a székhelyét Amsterdamba. Az időközben megismert holland filmes fotográfussal, John Fernhouttal együtt, aki később az első férje lett. És Besnyő ezt követően, tehát 1932-től végig az egész életét Hollandiában élte le. Ez is az oka annak, hogy például Hollandiában egy jóval ismertebb és elismertebb fotós lett, mint Magyarországon. Amikor Besnyő Éva elkezdte a fotós tanulmányait, akkor az úgynevezett új látás, vagy új fotográfia volt ez a meghatározó vizuális irányzat, fotós forma, nyelvi készlet, ami rá nagyon hatott. Ez például a Németországban nagyon erősen levő úgynevezett új tárgyasság volt az egyik olyan irány, ami hatott rá, illetve Moholy Nagy Lászlónak az 1920-as évek közepétől az új látással kapcsolatban megjelent írásai, illetve nyilván az a mód is, ahogy mondjuk Moholy vagy a Bauhaushoz tartozó fotósok képeket alkottak. Ez volt az a közeg, ami az ő pályájának az indulását jellemezte, és azok az új képi megoldások, amikhez ő maga is nagyon hamar elkezdett kapcsolódni, és gyakorlatilag a fotózás számára ő maga is úgy fogalmazott interjúban, hogy a világhoz való kapcsolódást tette lehetővé, az, hogy a világot egy új szemszögből fedezze fel, és ehhez ezek az új esztétikai megoldások jelentették számára az eszközt. Németországban tehát nem töltött hosszú időt, viszont ez egy nagyon meghatározó időszak volt számára. Ez a Weimári köztársaságnak gyakorlatilag a végórája, amit Besnyő Berlinben tölt. Már a politikai helyzet rohamosan romlik, tehát ugye az 1929-es nagy gazdasági világválságnak a utó hatásai még nagyon érződnek, illetve már a náci párt is egyre erősebbé válik. Tehát ő 1932 őszén, még mielőtt a náci párt valójában az első számú politikai erővé válna, már felismeri, hogy itt ő nem sokáig tudna, hát nem csak sikeres fotósként, hanem egyáltalán emberként élni, és ezért
költözik át Hollandiába, ami ekkor még egy békésebb és sikeresebb élet terepeként tűnik fel. Ugye utána a Hollandiát is a második világháború alatt megszállják a németek, de ezt akkor még nem lehet tudni. És Bestméva a 30-as években az új látásmódnak köszönhetően, ahogy ő fotóz, ő az egyik legkeresettebb holland építészeti fotós lesz, illetve nagyon sok portrét is készít, például előadó művészek számára, és igazából a háborút után pedig szintén születik két gyermeke, de végig aktív fotós marad egészen az 1970-es évekig, amikor pedig a Dollemina nőmozgalomnak válik az első számú fotósává. A mai alkalommal egy olyan tárlatvezetéssel készültünk, amikor egy-egy számunkra fontos fogalom mentén szeretnénk néhány képet így Bestmő életműből a fókuszba helyezni, és az első fogalom, amit választottam, ez a szabadság fogalma. És ebben a tekintetben most ugye nem csak arra gondolok, hogy így a fotográfia szabadságot biztosította mondjuk így a modern nőknek és egy emancipációs lehetőséget, hanem a fotográfiai szakmán belül is egy hatalmas változásnak vagyunk tanulni így a két világháború közötti időszakban. Ugye mind Budapesten, mind Berlinben azt lehet mondani, hogy így a képes sajtó virágkoráról beszélünk, és más területeken is így a képekre hatalmas igény formálódik meg, és ugye megjelennek olyan új területek a fotográfiában, mint így a reklám, a hatalmas szerepet kap a riport, párhuzamosan ugye sokféle olyan projekttel is találkozhatunk, amik a valóság feltárását tűzték ki célul. De ez mit jelent, amikor arról beszélünk, hogy maga a fotográfia, mint szakma mobilizálódik? Ugye, ahogy az említett területekből is látszik, tulajdonképpen a múlt részévé válik az a fajta fotográfiai gyakorlat, ami a műteremhez kötődik. Hogyha megnézzük azt a fényképet, amin Bestmő Éva látható 1931-ben Berlinben, már ezen a képen a fotostúdió, vagy a fotoműterem, az már nem is hasonlít azokra a hatalmas, mondjuk így, terekre, napfényműtermekre, ugye, ahol így a polgári lakásenteriőröktől kezdve különböző háttereket lehetett cserélgetni. Itt maga a fotostúdió tulajdonképpen egy ilyen szegényes berendezés nélküli lakás ebben az esetben, amihez egy sötét kamra társul, ahol így a képeket tudja Bestmő Éva nagyítani. Nyilván nagyon sokféle fotográfiai praxis és gyakorlat van ugye párhuzamosan ebben a korszakban is, és van másik olyan kép is, ahol itt a kiállításon lehet látni munkaközben Bestmő Évát, és ez pedig a Hollandiában megjelent egyik magazinban, 1934-ben egy cikk, ami a fényképészetet ajánlja nők számára, és itt lehet látni Bestmő Évát a saját stúdiójában. Itt az előző képtől eltérően már ilyen hatalmas műtermi berendezésekről lehet beszélni. Ugye, mindjárt mutatunk egy másik önarcképet, ahol látszik, hogy mi az a kamera, amit a leggyakrabban használt, már az a kamera is ugye egy ilyen kicsi, nagyon mobil kamera, ami alkalmas az utcai fotózásra. Itt egyébként ezen a műtermi képen meg egy Lindhofot látunk, ami állványokkal különböző mondjuk ilyen lámpákkal együtt képezi így a stúdió terét. És ha átmegyünk, a kiállításon még lehet látni néhány önarcképet Bestmő Évától. Most itt látható ugye az a Rolleiflex, az a kicsi kamera, amit ő tulajdonképpen egészen a 60-as évekig párhuzamosan használt, mondjuk így a Lindhof
Ezek a képek meg Berlinben készültek, amikor ő mondjuk így pályakezdő fotósként jelentkezett különböző fotostúdióiban. Az első kép az René Arlé reklám stúdiójában készült, a második fénykép pedig Weller stúdiójában, ők pedig fotóriportokat készítenek különböző képeslapok, magazinoknak a számára. Ami ezen a képen ugye már számunkra nagyon izgalmas volt. A stúdióberendezésből igaz kevés dolog látszik, de az alapján már lehet látni, hogy maga a műterem is egy ilyen nagyon modern berendezéssel bír, ugyanis egy ilyen kromozott fénycső lámpát lehet látni a fotón, aminek egyrészt kompozíciós szerepe van, de hogyha mint műtermet nézzük, akkor egyszerűen érzékelteti mondjuk így a modern fotostúdióknak az auráját, a hangulatát ahhoz képest, amikor még így a napfényműtermekben készülnek a mondjuk így hagyományos portréfotográfiák. És a szabadság most ebben az esetben az a mobilizáció, hogy kamerával tulajdonképpen fix hely hiányában is mind fotósként, mind művészként lehet dolgozni. Egy másik nagyon fontos fogalom már vált számunkra, az érintés, és itt ami izgalmassá vált nekünk, hogy milyen új tapasztalatok érik a két világháború közötti időszakban a nőket. És sőt, nem csak a nőket, hanem mindig ez egy ilyen társas viszonyról beszélhetünk, mint ahogy láttuk az előző képpárok esetében is, hogy a kamera egy olyan megismerési eszköz tud lenni, ami alakítja esetleg mondjuk így a társadalmi nemi szerepeket és kapcsolatokat is. Amikor a kiállításra válogattuk az anyagot, feltűnt számunkra az, hogy nagyon sok olyan fotográfia van az életműben, ami olyan új nőket ábrázol, akik mondjuk így a természetben jelennek, meg a képeken lehet érezni azt, ahogy így a szél, a víz, a szélnek és a víznek mondjuk így az érintése egy teljesen új tapasztalatot jelent számunkra, és ehhez hasonlóan egy mondjuk ilyen új tapasztalat lehetett az, amikor a nyilvános térben férfiak és nők megérintik egymást. Ugye ezek a képek ma már nem tűnnek szokatlannak, vagy meglepőnek számukra. Ugyanakkor érdemes végig gondolni azt, hogy a 20-as évek közepétől beszélhetünk mondjuk arról, úgy a társadalmi nyilvánosság átalakulásáról, hogy a nők nem csak az, hogy megjelennek már a köztéren, a nyilvános terekbe, hanem ezzel együtt mondjuk így új viselkedés minták is elterjedhetnek, az, hogy társas szituációkba kerülnek bele, más társadalmi csoportokkal találkozik Besnyő Éva, mint fotós esetleg, és ugyanilyen új tapasztalat tulajdonképpen mondjuk a természethez való viszonynak az átalakulása, amikor már mondjuk kevés ruhába is megjelenhetnek a nők, akár kiránduláson, napozáson, strandokon. És mint látjuk, ezek olyan új szabadidős tevékenységek, amik ebben a korszakban terjednek el, és nyilvánvalóan ez Besnyő Évát, mint fotográfust nagyon izgatta, és számos olyan képe van, amin a saját családtagjaival vagy a barátaival eltöltött mondjuk így közös időben készültek. Ezeknek a képeknek egyébként a másik nagyon fontos jellemzője, ahogy mi megfogalmaztuk így a kiállítás, hogy modern lányokat ábrázolnak. Ugye új nőkről akkor beszélünk, amikor így vagy abban az időszakban terjed el az új nő típusa, még így az első világháborút megelőzően, amikor mondjuk már mint az élet valamely területén, vagy a hivatás, vagy a szakmaválasztás, vagy a tanulás, vagy a párkapcsolatok területén a nők már önálló döntéseket hoznak, és mondjuk így nem függenek a férfi, mondjuk így rokonaiknak a pozíciójától. Ehhez képest ugye a második, vagy a második világháború
világháború előtti korszakban pedig már megjelennek a modern lányok, akik kinézetükben és fogyasztási szokásaikban is teljesen másként jelennek meg, mint mondjuk így a hagyományos szerepekben mozgó nők. És amikor itt az érintést választottam mondjuk így egy ilyen központi fogalomnak, az egyszerre tudja megmutatni mondjuk így az új tapasztalatokat és az új érzékelést, ami mondjuk így a társadalmi nyilvánosság átalakulásával együtt zajlott, és amiben a nők mondjuk ilyen új szerepeket tudtak megélni. És ehhez kapcsolódva ugyanilyen fontos fogalom volt számunkra a tekintet, és ezt azt fontos elmondanunk, hogy itt, amikor mondjuk Bersnyéva kapcsán egy női tekintetről beszélünk, akkor itt nem arra gondolunk, hogy ő nőként valamilyen sajátos módon látott, hanem hogy például másfajta terekhez volt hozzáférése, másfajta tapasztalatai voltak akár a saját testével kapcsolatban. Igazából ezeken a fotókon, amit mondjuk a 30-as években és később is készített mondjuk nőkről, vagy a környezetében levő nőkről és férfiakról, gyakorlatilag ezt, ahogy a saját maga is megélte ezeket az új szerepeket, vagy újfajta részvételt mondjuk a nyilvános térben, vagy egyébként a saját kapcsolataiban. Azt is érdekes elmondani, hogy ő például az első házassága alatt, mivel a férje nagyon sokat forgatott külföldön filmeket, ő az idő nagy részében egy lakóközösségben lakott két férfi barátjával, és az egyikükkel közösen volt egyébként egy fotóműterme is, tehát hogy egy elég úttörő módon élte meg ezeket a szerepeket a magánéletében is. És a képeim például az itt látható kép a tekintet szempontjából az egyik kedvencünk, ez Alice Gratz portréja, aki a magyar származású Beck Pál Bersnyéva egyik berlini közeli barátjának volt akkoriban a barátnője. Ezt a képet én azért szeretem nagyon, mert amit Judit mondott, hogy gyakorlatilag a test, mint egy új érzékszerv jelenik meg rajta, amivel a környezetüket érzékelik, ez teljesen átjön ezen a képen. És Bersnyéva gyakorlatilag úgy tudta megörökíteni a környezetében levő nőket, és azt, ahogyan mondjuk ők ezt az újfajta testiséget megélik, hogy egy a nők, az általa fotózott nőkre irányuló tekintete egyáltalán nem tárgyasítja ezeket a fotózott nőket, hanem azt érzékeljük, hogy ezek a nők, akiket lefotóz, például itt Alice, ő nem azért tárulkozik ki a napfénynek, vagy a kamerának, hogy megmutassa magát, mint egy kevés ruhával fedett női test, mint egy látványosság, hanem ő gyakorlatilag élvezi ezt a helyzetet, amit egyébként a kamera megörökít, de ő nem a kamera számára van ott jelen, mint egy látvány, hanem gyakorlatilag önmagáért. És Bersnyő ezt, tehát ezekhez a helyzetekhez tud úgy közel menni, hogy ugyanakkor nem válik tolakodóvá. És ez a közelmenés, és mégse leselkedő, vagy tényleg egy ilyen tárgyasító tekintet, számunkra ez az, ami igazából Bersnyévának akár a nőkről készült képein, de akár marginalizált társadalmi csoportokról készült képei esetében is nagyon lényeges volt, és azt megnézni, hogy mondjuk ez hogyan változott a pályája során, és ő maga hogyan gondolkozott erről, mert ennek nyilván ellentmondásai is vannak, hogy mikor, mennyire lehet közel menni valakihez, mennyire léphetsz át bizonyos határokat, úgyhogy még a másikat tiszteletben tart, és pont a szociális témájú képei kapcsán például ez tényleg vált, ahogy haladt előre idővel,
az ő gondolatai is sokat változtak erről, például a 30-as évek elejétől kezdve a 70-es évekig folyamatosan gondolkozott ezeken a kérdéseken. És ha még egy pillantást vetünk, mondjuk így a szociófotókra tekintett kapcsán, azt egy jó átvezetés lesz majd az ötödik utolsó fogalmunkhoz. Amit már itt az Anna felvezetett, tulajdonképpen a marginalizált csoportoknak a megjelenése vagy megjelenítése besnyőjébb a fotográfiáin, és ami ezekben számunkra nagyon izgalmas, vagy ami ezeket a képeket nagyon izgalmassá tette, ugye, hogyha megnézzük, hogy a korszakban ugyanezekről az emberekről, vagy társadalmi csoportokról milyen más kép rajzolódik ki a médiában, azt látjuk, hogy sokkal nagyobb hangsúlyt kap mondjuk az a környezet, amiben ők élnek, és nagyon sokszor ezeket a képeket az jellemzi, hogy így a középosztálybeli tekintet szinte szörnyűködve tárja fel, nézi meg tulajdonképpen a szegényeknek az élet körülményeit, ahol esetleg a fehér abrosz nem igazán fehér, hanem még ráadásul gyűrött is, ahol, mint látjuk, esetleg nem is asztalnál vagy egy abrosznál esznek. Azok a képei, mondjuk így, hogy ilyen szegény embereket ábrázolnak, pont attól tudnak kilépni mondjuk a sajtóból megismert, vagy sokszor visszatérő világból, hogy az embereket mutatja meg, és őket, mint portrékon keresztül, mint integráns egész látjuk, és hozzájuk tudunk kapcsolódni, hogy Besnyő Éva ránézett ezekre az emberekre, és ahogy kommunikált a fényképek elkészítése közben, ismétlődik meg akkor, amikor a mai néző tekintete kapcsolódik össze itt a képeken szereplőkkel. Az utolsó fogalom, amiről most beszélni fogunk ezen a tárlatvezetésen, az a részvétel, és ehhez elsősorban Besnyő Évának azokat a fotóit szeretnénk bemutatni, amiket a Holland Dolle Mina feminista mozgalom fotósaként készített, de ez tényleg egy olyan kérdés, a részvétel kérdése az ő életművében, ami az előbb bemutatott szociófotóknál ugyanúgy egy fontos szempont. Tehát Besnyő úgy fogalmazott interjúiban többször, hogy az egész pályája során egy egyensúlyt keresett a részvétel és a fotózás között, illetve ami ennek a falnak a mottójává vált, hogy kevésbé vagyok fotográfus és inkább ember. Ez azt jelentett számára, hogy ugyan a fotózás egy nagyon erős identitás formáló tényező volt az ő életében, és az önmeghatározásának tényleg ez volt a nagyon sokáig a legfontosabb szempont, hogy ő egy fotográfus. Hogy mik azok amiket ő fotóz, kik azok, akiket ő fotóz, ez ahogy haladt előre, egyre fontosabbá vált számára, és amikor a Dolle Mina mozgalomba bekapcsolódott, akkor ő már 60 éves elmúlt, és nála több generációval, akár fiatalabb nőknek a társaként vett részt ebben a mozgalomban. A Dolle Mina képeket mi úgy mutatjuk be a kiállításon, mint ahol a részvétel mértéke a legnagyobb lesz az ő életművében. Hollandia nem vett részt az első világháborúban, és emiatt nagyon sok olyan társadalmi átalakulás nem indult el akkor, ami mondjuk más európai országokban, köztük Magyarországon vagy Németországban jellemző volt. Például, hogy a hátországban maradt nőknek be kellett lépni a munkaerőpiacra a férfiakat pótlandó. És Besnyő Éva már a 30-as években érzékelte, hogy mondjuk akár tényleg Magyarországhoz vagy Németországhoz képest dolgozó nőként egy sokkal egyedibb helyzetben volt. Utána a 40-es évek második fele, 50-es években pedig ugyan a második férje, Wim Brüsse grafikus, egy nagyon emancipált gondolkodású férfi volt, de mindezzel együtt Besnyő Éva átélte, és a saját bőrén tapasztalta meg, hogy a két gyerek mellett egy fotós
karriert csinálni, megbízásokat vállalni, vagy akár autonóm módon fotózni, ahogy ő a fiatal korától tette. Ő egy elég nagy energiabefektetést és szervezést igényel. És a Dolemina mozgalom, ami a feminizmus második hullámához kapcsolódóan a 70-es évek elején robbant be a holland közéletbe, tényleg gyakorlatilag pár hét alatt, azért gyakorolt ekkora hatást Besnyőre, mert csomó olyan problémát láthatóvá tettek, vagy megfogalmaztak, ami őt gyakorlatilag fiatal korától kezdve érintette, és amikre nem azt érezt, hogy egyedül nem talált választ. És ezek a tényleg nála sok esetben jóval fiatalabb nők, és egyébként férfiak is, akik a Dolemina-hoz csatlakoztak, ők az egyenlő bérezést, az oktatást, tényleg esélyegyenlőséget követeltek, de például a kettős mérce ellen is felléptek, ami mondjuk a nők és a férfiak szexuális szokásaira vonatkozott, de olyan praktikus követeléseik is voltak, mint hogy például legyen sokkal több bölcsődei vagy óvodai férőhely, vagy legyenek például nők számára is használható köztéri vécék. Tehát egy nagyon széles skálán mozgottak a követeléseik, és Besnyőre először gyakorlatilag csak fotózni akart őket, de annyira bevonódott a vitáikba és a mozgalom mindennapjaiba, hogy időnként, ahogy ő fogalmazott, annyira magukra ragadták az események, hogy elfelejtett fotózni is, tehát hogy így gyakorlatilag az a minimális távolság is eltűnt, ami viszont szükséges lett volna ahhoz, hogy elkészüljenek a fotók. És ami számunkra ezeket a képeket nagyon izgalmassá tette, itt többet is bemutatunk ebből az anyagból, ez gyakorlatilag tényleg majdnem egy évtizeden keresztül készült, elsősorban ilyen tényleg dokumentarista indítatásból készült képek, hogy a mozgalmat megörökítse az utókornak, illetve hogy az ő képei jelenjenek meg a sajtóban. Ez is fontos, hogy ezeknek az akciókról készült képek, például Besnyő kifejezetten azt szerette volna, hogy az ő nézőpontjából jussanak el, vagy az ő nézőpontjából lássa a Dolemina-t a holland nyilvánosság, és ugyanez a riporteri munkának ez a gyorsasága és akció központusága, ez alapvetően idegen volt tőle, de itt fel kellett venni ezt a ritmust, és gyakorlatilag mint egy kis sajtóügynökség működött, tehát lefotózta az akciókat, és utána rohant lenagyítani, és utána még aznap el kellett juttatnia mondjuk ezt a napilapoknak, hogy a képanyagot használni tudják. Viszont, ami számunkra még fontosabb volt az akciókról készült fotói mellett, az, hogy azokat a kevésbé látványos pillanatokat is megörökítette, amik mondjuk az egyes tiltakozások, szinte már ilyen utcaszínházi performanszok előtt vagy után voltak. Tehát amik ezt az, hogy mit jelentett ehhez a közösséghez tartozni, ezek a képek nagyon érzékenyen tudják átadni, és ez a kiemelt kép, amit választottunk, ez például nagyon jól érzékelteti, hogy maguk a mozgalom résztvevői is mennyire máshogy viszonyultak mondjuk Besnyőjévelhoz, aki egy ilyen belsős szempontból fotózta őket, mint hogyha mondjuk egy külsős riporter készítette volna ezt a képet, aki valószínűleg egyébként ezt a kevésbé látványos képet el se készítette volna. És látjuk, ahogy ránéznek és reagálnak Besnyő jelenlétére, és ezt, tehát hogy ez gyakorlatilag a kortárs aktivista fotózás felől olvastuk a kiállításban az ő Dolemina képeit. Ez alkalommal egy nagyon szoros válogatást látunk az életműből. A kiállítás ennél sokkal inkább megmutatja azt, hogy milyen sok színű életművel van dolgunk, és hogy a fotókat még kiegészítettük számos olyan anyaggal, amik a vitrínben láthatóak, ezek különböző dokumentumok, könyvek, folyóirat megjelenések. És hogy a látogatók ne maradjanak le ezekről, igyekszünk minél hamarabb egy virtuális kiállítás formájában közzétenni a kiállítás teljes anyagát. Köszönjük a figyelmet! Köszönjük a figyelmet!